Fisi Nébera Mónika vagyok, a második A-osztály osztályfőnöke. De tőlük a nyáron el kell búcsúznom, hogy ősszel benneteket, kedves nagycsoportosok, bevezethesselek a betűk és a számok varázslatos világába. Diplomámat 2006-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem, azóta dolgozom ebben az intézményben. Voltam már napközis nevelő, tanítottam felsőben természetismeretet, de a legtöbb időt azt osztályfőnökként töltöttem el. Iskolánkban a gyermekek a Meissner módszerrel tanulnak meg írni és olvasni. Ez egy diszlexia prevenciós módszer, mely a gyógypedagógusok által is támogatott. Nagy időkülönbséget tart mind a vizuálisan, mind az akusztikusan hasonló betűk és hangok között. Nagy hangsúlyt fektet a téri tájékozódás fejlesztésére és a szókincs bővítésre. Szeretem kihasználni az interaktív tábla adta lehetőségeket, valamint mozgással és játékos feladatokkal színesíteni az órákat. Többnyire csoportokban ülnek a gyerekek, hogy megtanuljanak egymásra odafigyelni és egymásnak segíteni. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. Szakmai munkánkat gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus és konduktor is segíti. Ez a tanulástámogatás egész 8. osztályig elkíséri diákjainkat. Igyekszem a családias, elfogadó légkör kialakítására. Hogy jobban menjen a közös munka és jobban megismerjük egymást, sok közös programot szeretek szervezni az iskola falain belül és kívül is. Úgy gondolom, hogy minden kisgyermekhez más és más út vezet, az én feladatom pedig, hogy ezt az utat megtaláljam. Órákon igyekszem motiválni a kicsiket jó szóval, csillagokkal, matricákkal és persze játékkal. Horváth Andrea vagyok, az egyik első osztály tanítónénie leszek. Végzettségem szerint óvodapedagógus és tanító vagyok, kiegészítve testnevelés szakkollégiummal. 2006-ban differenciáló szakpedagógus vizsgát tettem, majd 2015-ben pedagógus 2 fokozatba léptem. 2008 óta tanítok a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában, és foglalkozom első-második évfolyamos kisdiákokkal. Fontos számomra az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenet, és az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, otthonosan, boldogan járjanak iskolába. A matematika tantárgyat az Apácai Kiadó Én Matematikám tankönyvcsaládjával tanítjuk. A módszert kiegészítjük sok-sok játékkal, dallal, mondókával, eszközökkel. Minél több érzékszervük együttes bevonásával próbálom elmélyíteni a számfogalmukat. Minden gyermek más, akiknek képességeit, érdeklődési körét, motivációját figyelemmel kell kísérni, és megtalálni számára a legjobb tanulási módszereket. Ehhez sok-sok játék, türelem, megértés és szeretet kell. Olyan bizalmi légkör megteremtése, amelyben a gyerekek jól érzik magukat. A kölcsönös szeretet, tisztelet, elfogadás, kialakítása mindennapi feladat számunkra. Szeretettel várok minden leendő elsőst iskolánk közösségébe, és köszönöm szépen, ha megtisztelnek bizalmukkal, és rám bízzák legféltettebb kincseiket, gyermekeiket.